Sziasztok, Rakoncás Peti vagyok, kétszeres Superbody Teenager bajnok, a legújabb Team Sidetrack tag és valószínűleg a legfiatalabb is. Békés Csabára jöttem, 2016 óta versenyzek, jelenleg is versenyfelkészülésre vagyok. Egy tévhitet oszlatnék el, ami már pedig az, hogyha minél többet hasazol, akkor kocka hasad lesz. Ez nem így van. Ezek a gyakorlatok hasizom erősítő gyakorlatok, és a neve is mutatja, magát a has izomzatot fogja erősíteni, nem pedig konkrétan helyi zsírégetést fog végezni. Biztos ti is találkoztatok már ilyen emberrel, vagy volt ilyen vendégetek, aki azt magyarázta nektek, hogy ő már pedig minden nap fog hasazni, és akkor neki nyára meg lesz a pacek, kész lesz a forma, kész lesz a kocka has, mert ugye minden nap elvégez X mennyiségű hasgyakorlatot. Ők általában azon csúsznak el, hogy emellett minden nap megeszik azokat a kis finomságokat, amiket ők megkívánnak, és ez a kettő nincs igazán balanszba egymással. Ahhoz, hogy neked kocka hasad legyen, ezt kétféleképpen tudod elérni. Első, az, hogy kevesebb kalóriát viszel be. A második, az, hogy többet mozogsz. Nyilván, hogyha a kettőt együtt végzed, akkor lesz a legjobb az eredmény. Természetesen akár végezzetek minden nap ilyen hasgyakorlatokat, mert a törzs stabilitása szempontjából nagyon fontosak. De nem feltétlen ettől lesz kockás a hasatok. Na de akkor mitől? A legfontosabb egy pontosan beállított étrend, a tudatos táplálkozás, amihez ne féljetek szakember segítségét kérni. A kalória deficitnél már beszéltem nektek arról, hogy kétféleképpen két megoldást tudtok találni erre a problémátokra. A második volt ugye az, hogy többet mozogtok. A megfelelőképpen beállított étrendet meg tudjátok támogatni plusz mozgással a súlyzós edzésen kívül, ami leginkább arra jellegű mozgás legyen, amit el tudtok végezni szabadtéren akár gyaloglással, vagy kardiógépek segítségével. Én is személyedzőként dolgozok, és még mindig nagyon sok emberrel találkozok, illetve hallok tőlük olyanokat a rengeteg pontos forrás ellenében, hogy ők már pedig azért kezdenek el hasazni, akár napi szinten, akár kétnapi szinten, teljesen mindegy, hogy nekik már pedig nyára kockás hasuk lesz. De higgyétek el nekem, erre csak két megoldás van, első egy pontosan beállított étrend, a második meg a több mozgás.